Sziasztok! Mi vagyunk a Bagosi Brothers Company testvérpárja, és nézzétek ti is a Petőfi Live videóit. Szép ment és nem volt még, ilyen alig-alig állok, a lábam alól tűnik el, most így a világ. Azt fogja mondani az új darról az unokám, hogy ez igen nagyapa, remélem, hogy hasonlítani fog majd az ízlésünk. Mindenre van megoldás, és a pohár mindig félig tele van. Zenész lettem. Hát így jártál. Ehhez is pozitívan kell hozzáállni a változáshoz. Amen. És azt álmodja. És üdvözlöm a stúdióban továbbra is Bagosi Lacit és Bagosi Norbit, szevasztok! Hello, sziasztok! Egy picivel több energiájuk lett így, hogy meghallgatták a saját dalukat. Meséljetek erről a dalról, most itt meghallgattátok a rádión keresztül is, ez egy zúzósabb dal közé tartozik. Igen, ez úgy történik amúgy, hogy megírom a gitárost és egyszerű változatát a nótának, aztán Laci mindenféle izgalmakkal felspékeli. Király. És akkor én hónapokig tanulgatom a gitár témát, amit éppen csinált nekem. Nagyon rég terveztem, hogy megtanulok valamennyire zongorázni, csak az akkordokat tudjam lefogni, hogy azzal írjak dalt, hogy ne gitárral, mert biztosan, hogy máshogy fog kinézni, vagy máshogy fog szólni. És ez az első, amit másfél éve ott valamit printyögtem a zongoránál, és így kezdődött el a dalnak a legeleje, amit aztán mutattam a fiúknak. És sokkal később fejeztük be, két részre bontható. Van egy ilyen lírai rész, ami a verszakok, meg a bridge, és van a refrén, ami teljesen átira. Kettőtől is ebből van így összekomponálva. Szép ment és nem volt még, ilyen alig-alig állok, a lábam alól tűnik el, most így a világ, de hogy miért lennék én mindig... Norbi mindig hoz egy dallamot, meg hoz egy szöveget, aminek már azért van egy nagyon markáns világa, és igazából akkor kezdődik meg a hangszerelési folyamat, ami voltak éppen arról szól, hogy azt a világot, amit ő megalkotott, maga dalnak az üzenetét, azt a lehető legjobban alátámasztja a hangszerelés is. A szép mentésnél is, amikor volt ez a, van az eleje, a refrén rész, az egy ilyen sokkal súlyosabb rész, mint a kicsit ilyen sanzonos verzék, úgyhogy ezekre is próbáltunk rájátszani, hogy maradjon meg az a nótázós, éneklős hatás is. Gondolkodni abszolút nem szoktunk azon, hogy vajon milyen utat fog bejárni egy-egy dal, hanem amikor írjuk, akkor igazából csak hagyjuk kiáramlani belőlünk, és olyan úgy öltöztetjük fel, úgy hangszereljük, ahogy érezzük, hogy megköveteli a dal. Van olyan, amikre azt mondaná az ember, hogy váó, ez biztos akkor át fog menni, mert mi is torkunk szakadtából üvöltjük otthon, és egyáltalán nem indul el, és van, amelyikre nem is gondolnád, és elindult, tehát nagyon abszolút kiszámíthatatlan. Azt mondanám, hogy mindegyik dalnál számítunk arra, hogy ebben most benne van a sláger potenciál, és nagyot fog menni, de az mindig a közönség dönt. Ez egy ilyen szép folyamat, hogy lehet, hogy tényleg a közönség egy olyan dalt emel ki, amire mi nem is gondolunk, és akkor nyilván extra jól esik. Mindannyian szerettünk volna valami ilyesmit csinálni, egy ilyen stílusban mozogni, mert ez akkor még annyira nem működött odahaza. Azt is mondhatnám, hogy talán mi voltunk az egyetlen banda, aki ezt az indie folkot elkezdte otthon képviselni, és annyira élveztük igazából, hogy az első 2-3 év az így teljesen csak elröpült, aztán most már azt mondhatnám, hogy az első 10 év is csak így elrepült, és most itt ülünk, meg koncerteket adunk, és azt csináljuk, amit szeretünk. Mi belülről mindig ilyen lépcsőzetesen éltük meg amúgy az elmúlt 10 évet, tehát ilyen nagy boomként mondjuk soha nem jött velünk szembe, hogy na most aztán ott vagytok fiúk, hanem mindenek megvolt a helye és az ideje. A legelső lemezünk megjelenését azt abszolút ki tudnám emelni, az mindig olyan volt, hogy én azt mondtam, hogy az első jelenjen meg, aztán tovább nem számít, mert azt már majd az unokámnak tudom mutatni, hogy ez nagyapádnak az első CD-je. És nyilván az első teltházas koncertek legelőször 50 férőhelyes klubokban, aztán meg 10 000 férőhelyes befogadó helyeken. Ezek mind nagyon-nagyon szuper dolgok. Azt fogja mondani az új darról az unokám, hogy ez igen nagyapa. Remélem, hogy hasonlítani fog majd az ízlésünk. Igen, ez mindig egy... Hát nem az, eleinte nem volt egy ilyen megfogalmazott elv, de aztán valahogy mégiscsak úgy került, hogy
olyan dalokat szeretnénk létrehozni, amit majd 40 év múlva se ciki játszani, vagy hogy kicsit ilyen kortalanságba gondolkozunk, hogy átértelmezni át lehet, de hogy semmiképp nem olyan, hogy azért vegyünk ki majd 40 év múlva egy dalt a repiből, mert ez most már nem tud aktuális lenni, úgy, hanem ez legyen egy ilyen kortalan. Számunkra is legyen igen. Mindig. Igen. Most a kedvenc szavam ebben a pillanatban a piskóta. Nekem a kedvenc szavam hirtelen az azaz te. Ezt az azaz te, ezt egy ilyen egy tő mondatban szoktuk használni, és a zenekar alakulása óta elkísér minket. Volt egy nagyon jó barátunk, aki mindig bekiabálta minden koncerten, és akkor ez egy ilyen szállóige lett nálunk. A kedvenc hangom nagyon egyszerű, a cica dorombolás. Ez nagyon szép. Nekem a most, ami eszembe jutott, hogy bár ezt nem szeretem, de jó hallani az a kabúcáknak a hangját. Ugye az hangos, meg minden, meg zavaró, de akkor lehet csobbanni, azt jelenti a tengerben. Idegesítő hang, a fogfúró. Idegesítő hang, ez a táblán a csikorgatás. Rosszabb, mint a fogfúró, igen. Az nagyon rossz. Nekem a civil melóm az a pincér lenne. Gondolkodtam rajta, hogy egyszer majd kipróbálom, csak hát nem jött el az ideje, zenész lettem. Hát így jártál. Amúgy én azt mondanám, hogy a legnagyobb tévhit az, hogy amúgy ez is egy munka, és kellő komolysággal kell hozzáállni a zenéléshez is, még hogy a szórakoztatóipar akkor is, és amikor az emberekkel találkozunk, tegyük fel közel ismerősökkel, és megyünk egy koncertre, és azt mondják, hogy jó szórakozást, az is van benne, mert hogy szeretjük, de szerintem mindenki szórakozik, aki szereti a munkáját, az asztalos is igazából, amikor megcsinál egy olyan elemet, amiben örömét leli, akkor az neki nagyon jó, nekünk is nagyon jó, de hogy azért ez egy egész napos meló. Nekem már nagyon régóta a magyar szcénában a kedvenc sorom az Presser Gáborhoz kötődik. Ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmaradok. Ez egy annyira gyönyörű sor, hogy nem is értem ember, hogy találhatta ki. Hát csoda jó. Nehéz lesz ezt felülmúlni. Ez nagyon. Az én kedvenc sorom, már nem is sor, csak inkább egy szó, ami most hirtelen eszembe jutott, az a ultravaló. Queen Binótának a címe. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz a fiatal generációról beszélni. Nekünk mi pont ugye a Mesdjén nőttünk fel, ahol még az elején, a gyerekkorunk elején még internet se volt, úgyhogy ez a tipikusan az a biciklivel átmegyünk a szomszédhoz, a bekopogtatunk, és muszáj fogadni minket, mert hogy nincs nagyon más opció. Ez szerintem egy olyan értékeket adott nekünk, amit szerintem más nem igazán tud, vagy egy olyan közvetlenséget, viszont az a gyorsaság a mai fiatalságban, és az az információ mennyiség, amit képesek felfogni, meg feldolgozni, az szerintem nálunk meg már egyáltalán nem fellelhető. Úgyhogy mindig az, nagyapáink mindig mondták, hogy bezeg a mi időnkbe. Szerintem nekünk az a feladatunk, hogy mi nem mondjuk azt, hogy bezzeg a mi időnkben, az akkor volt, ez meg most van, úgyhogy ehhez is pozitívan kell hozzáállni a változáshoz. Amen.